Február 20-án jelent meg a hivatalos közlönyben az igazságszolgáltatást módosító 7-es számú sürgősségi kormányrendelet, amelyet minden előzetes egyeztetés nélkül fogadott el a kormány, és amely rövid időn belül tiltakozásokat és tüntetéseket váltott ki ügyészek és bírák, érintett hivatalok és intézmények részéről, nem utolsó sorban a lakosság részéről is. Bányai József ügyvéd a vendégünk. Jó napot kívánok! Köszönöm. Öntől szeretnénk megtudni, hogy igazából miről szólnak ezek a módosítások, mennyire súlyosak és hogyan befolyásolják az igazságszolgáltatást elsősorban és mindannyiunk életét. Hát a jó hírem az, hogy a jogi életnek a világ végéje még elmarad. Tény az, hogy ez a kormányrendelet megfelelő szakmai előkészítés és egyeztetés nélkül került be a jogi forgalomba. Formailag eleget tett az igazságügyi miniszter a konzultációs kötelezettségének, tehát hétfőn elküldte a bírói tanácsnak az anyagot, de hát már kedden meg is jelent a közlönyben. Hát eléggé a mesdjén... Most a múlt hétről beszélünk, igen, ugye? Eléggé a mesdjén gyalogolt a miniszterről, de hát ez már szokás. Többszöri olvasatban, illetve értelmezésben közvetlenül és azonnal a hétköznapi ember számára, számunkra közvetlen következményei nincsenek ennek a jogszabálynak. Perspektívában lehetnek, illetve vannak és lesznek következményei, amennyiben ez így marad. Ugye a hétköznapi ember nem igen érinti az, hogy most hogyan lehet bekerülni a bíróképző intézetbe, hogy ki annak a vezetője, ki nevezi ki. Ellenben hosszabb, közép és hosszú távon igenis fontos lehet az a módosulás például, hogy ki vezeti azt a részlegét az ügyészségnek, amely azzal foglalkozik, hogy mely bírák és ügyészek követtek el törvénytelen cselekedeteket, elsősorban korrupciós cselekményekre gondolt itt a törvényhozói minőségben előlépett kormány. Ez egy egészen sarkos probléma, ugye? Mert megvan az a hajlam és az az irányultság, hogy például ezt a szolgálatot ne a bírói tanács vezesse, felülvizsgálja, hanem az igazságügyminiszter, illetve a kormány. Vagy valamely más, ez még nem derül ki számomra eléggé világosan, más politikai alapon megválasztott szerveződés. Innen az a félelem, hogy az igazságszolgáltatás elveszti függetlenségét. Igen, mert ezzel a módszerrel, mint ahogy az előző időszakok tapasztalatai megmutatták, sajnos rá lehet hatni a bírákra, és főleg a bírákra gondolok. Az ügyészek amúgy is bizonyos fokú alárendeltségben dolgoznak, úgyhogy rájuk külön nem térek ki. De az igazságszolgáltatásnak az eleme az a bíró. Akkor, amikor a bírónak félnie kell, amikor a bíróra ráhatással lehet lenni, amikor döntések a bírónak konkrétan, igen, vagy közben, mert ugye nem is olyan rég, egészen pontosan a Székely Mikó esetére gondolok, amikor a per folyamán volt egy ilyen fajta behatás, ugye nagyon jól tetten lehetett érni ezt a külső hatást, akkor már nem beszélhetünk igazságszolgáltatásról. Tehát függő igazságszolgáltatás nincs, az valami más, az már önkényuralom, ugye? Nekünk hétköznapi embereknek egy független igazságszolgáltatásra van szükségünk. Bizonyára, hogy ezt így értelmezik nagyon sokan, akik az igazságszolgáltatásban dolgoznak, mert ugye látjuk napok óta, a múlt hét óta egyből tiltakozásba kezdtek bírák is, ügyészek is, azóta különböző intézmények. Hát így a sajtóból ismert intézmény neveket, hangzatosakat lehet hallani, tehát hogy a legfelső bírói tanács is kérte, ugye, hogy vonják vissza ezt a kormányrendeletet, a DIIK-ot, a szervezett bűnözés és terrorizmus kivizsgáló igazgatóság szintén részlegesen felfüggesztette a tevékenységét, a mai nap híre pedig az volt, hogy a DNA, tehát az korrupcióellenes ügyészség is felfüggesztette a működését, meg ugye az ország főügyésze kérte, hogy feltétlenül vizsgálják át és alkotmánybírósághoz küldjék ezt a kormányrendeletet, szóval, hogy mi úgy érzékeljük, hogy azért súlyos a probléma. Igen, ebben van valami, ebben, és nem is kevés veszély van ebben, ugye, másik fontos dolog, amit behoz ez a kormányrendelet, ugye módosítva a tavalyi módosításokat, amelyek amúgy is ugye úgy zajlottak le, hogy lezajlottak,
Egy másik ilyen fontos módosítás, amely komoly kihatása lett egy bírónak a karrierében, az a bizonyos jó hírnévnek az elvesztése. Ugye? Van egy ilyen rendelkezés, ami szerint ugye egy ilyen bírót vissza lehet hívni. Nem más, mint a bírói tanács, de visszahívhatja. Én nem találtam, más sem talált, nálam okosabb és felkészült ember sem talált, erre konkrét jogi meghatározás. Mi az, hogy jó hírnév? Ugye? Mi van akkor, hogyha egy bírónak jó a hírneve, vagy kevésbé jó a hírneve, ahhoz, hogy visszahívható legyen? Ugye a visszahívhatóságnak a komoly következményei vannak. Így van, és hogyha nincs pontos leírás, hogy minek alapján, akkor ezt ki lehet játszani akár. Tehát ez lett volna tárgya például egy szakmai egyeztetésnek. Tehát az elképzelés az nem rossz. Mert ugye 25 év tapasztalatából kiindulva elmondhatom, bizony vannak olyan bírák, akár a kolozsvári ítélőtábla hatáskörében is, akik nem örvendenek a legjobb szakmai hírnévnek, hogy finoman fejezzem ki magam, ugye? De addig, ameddig pontosan ez a kategória, ez a kifejezés nincs jogilag átértelmezve és meghatározva, addig nem lehet törvényelvrővel bíró szövegbe ezt bevinni. Vagy egy másik ilyen új kategória, ami meghatározza azt, hogy a bírói tanács ugye, bizonyos határidőkben indíthat el fegyelmi eljárásokat a bírák és ügyészek ellen, jogvesztés terhe mellett. És eléggé szűkre vannak szabva ezek a határidők. Ugye? Most ezt, hogy jogvesztő egy ilyen eljárásnak az elindítása, az igazságszolgáltatásban vetett bizalomnak a megingásához vezethet, ugye? Mert abban sem, hogyha egy bíró vagy egy ügyész fegyelmi vétséget követett el, és ez egyértelműen bizonyítható, azt nem lehet egy szűk határidőhöz szabni. Ezeket az ügyeket nem lehet hónapok alatt felgöngyölíteni. Ezeknek az ügyeknek amúgy konkrét kihatása lehet konkrét ügyekre. Tehát ezeket lényeg az, hogy ezeket a módosításokat sokkal jobban át kellett volna gondolni, sokkal jobban elő kellett volna készíteni, és ami egyik legfontosabb dolog, szakmai testületekkel kellett volna egyeztetni. És én hozzátenném, ami nem történt, hát egy igazi egyeztetésről nem beszélhetünk egyik napról a másikat, ez egy vicc, vagy ez egy formai cselekmény, ez kár volt erőltetni, és kár erőltetni ezentúl is. Sőt, még azt is hozzátenném, hogy a bíró és az ügyészi karon kívül nem lett volna alaptalan az ügyvédi kamarához is fordulni. Ugye? Nem azért, mert az ügyvédek azok okosabbak vagy szebbek lennének, mint a bírák és az ügyészek, hanem mert ugye, mint minden igazságnak, amely a mi életünkben előjön, legalább két arca van, legalább két vetülete van. És bizony jó meghallgatni az ügyvédeket, és hogy ők hogyan látják ezeket a módosulásokat. Mert ez a rendszer, mint bármilyen rendszer, gondolok az igazságszolgáltatási rendszere, ez valójában javításra szorul. Most, hogy így van, a hetes sürgősségi kormányzat nélkül. Tehát sok tökéletlenség van a rendszerben. Egy példát mondok. Nincs az átlagember számára egy konkrét eszköz, és tulajdonképpen senkinek a kezében nincs egy konkrét eszköz, hogy azokat a bírákat, akik amúgy jól végzik a munkájukat, de határozataikat nem indokolják meg. Fél évig, évig, másfél évig, két évig. Nincs egy konkrét módszer arra, hogy rávegyék ezt a bíró urat vagy bíró hölgyet, ugye, hogy a munkáját elvégezze. Az a rendszer, amely egy ilyen alapvető hibával küszködik, és valójában ez nem egy kolozsvári eset csupán, szerencsére nem tömegméretű. Ezt korrigálni kéne valamilyen formában. És még lennének egyéb. De nem ezek, amelyekről is, most beszélünk, és amelyek, hát nem is tudom, akkor életben vannak, vagy sem. Tulajdonképpen a kormányrendeletnek, a sürgősségi kormányrendeletnek ez a lényege, ugye, hogy azonnal hatályba lép, és ugye tette a kormány bármilyen, és több nagyon komoly forrásból származó aggály hangsúlyos kifejezésének az ellenére. Ugye? Ezeket illet volna úgy meghallgatni, legalábbis konzultatív jelleggel. Nem beszélve, hogy az Európai Unió részéről hát is ezekre gondolok ilyen figyelmeztetések, hogy persze. Bizony, oda kellett volna figyelni. A tegnap ugye tárgyalni próbáltak bizonyos intézményekkel, hivatalokkal, a kormány és a miniszter, aki kidolgozta ezt a kormányrendeletet. Úgy tűnik, hogy nagyon határozottak abban, hogy nem fogják visszavonni. Talán egy fejezetet töröltek, vagy azt igen, visszavonnák a szövegből. Viszont ez még nem oldja meg ezt a problémát. Beszéljünk egy kicsit arról, említettem, hogy nagyon sok hivatal, törvényszékek, ügyészségek felfüggesztették a tevékenységüket, hogy ez hogyan befolyásolja
a hétköznapi emberek életét. Hát ez viszont már közvetlenül befolyásolja a hétköznapi ember életét. Bizonyára azért vonultak utcára nagyon sokan, és hogyha ez így marad, akkor... Igen, de a dolog onnan indul el, én szerintem, én értelmezésem szerint, hogy tulajdonképpen egy politikai harcnak vagyunk a szemtanúi, amely jogi köntösbe bújtatva történik. Most nem akarom ezt részletezni, nem az én tisztem ezt értelmezni és értékelni, de lényegében ez van. És akkor ugye a mez az egy egészen más. De sajnálatos módon például ezen a héten, ugye, akinek törvényszéki tárgyalása van, az nem fog tudni semmilyen fajta lényegi lépést megtenni. Itt Kolozsváron. Itt Kolozsváron. Ez egy biztos hely, amire tudok, hogy felfüggesztette a tevékenységét. Már önmagában véve ez a módszer vitatható. Tehát én értem azt, hogy valamivel elégedetlenek vagyunk, és bizonyára indokolt is, de maga a módszer nem a legmegfelelőbb én szerintem. A bíráknak attól függetlenül végezniük kéne a dolgukat. Tehát a lényeg az, hogy egyetlen egy tárgyalás sem fog lezárni a kolozsvári törvényszéken, kivéve azokat, amelyek sürgősségi ügyeknek bizonyulnak. De hát az átlagpolgár számára, annak, akinek az ügye ott van, annak, akinek az élete, vagyona, vagy a gyerekének az élete, vagy akármilyen, ugye ott forog kocka, mert ilyen is van, annak bizony komoly hátulütőt jelentett ez a tevékenység felfüggesztés. Ezelőtt 10 évvel én személyesen megtapasztaltam egy másik előző ilyen típusú tiltakozó akció, tevékenység felfüggesztést, és bizony elég nagy a bíráknak ilyenkor a mérlegelési jogköröm is mi minősül sürgősnek és mennyire. Igen, mert hogy ez ugye elhangzott, hogy a sürgősségi eseteket azokat viszont tárgyalják és lefolytatják. Hát én szerintem olyankor, amikor a bírákról beszélünk, igazságszolgáltatásról, ennek a dolognak helye nem lenne, másfajta a módszert kéne találni az elégedetlenségnek kifejezésére, illetve a meglévő jogszabályoknak a módosítására. Ez gondol nem valamire konkrétan? Konkrétan tehát, hogy amit nem. Figyelembe is venne a hát konkrétan kormány. Például arra is gondolhatnák, ugye, hogy az ügyvédek ezelőtt egy hete, 10 napja japán sztrájkot folytattak. Tehát mindenki végezte a dolgát, ugye volt egy komoly affér az ügyvédi kamarák szövetsége és az igazságügyi miniszter között, természetesen pénzkérdés volt az egész. És ügyvédek nem voltak addig hajlandók egyébfajta munkát végezni, csak fehér karszalaggal ellátva. Most ez egy olyan társaság részéről, mint a bírói kar, én szerintem elvárható lenne. Nekem nincs ilyen sarkos ügyem ezen a héten, de el tudom képzelni, hogy sok embernek van. Most azoknak megmagyarázni, hogy az ő élete, vagyona, stb. Azon múlik, hogy most ez a hetes sürgősségi kormányrendelet ilyen vagy olyan, hát elég nehéz lesz. És elég nehéz lesz az amúgy is megrendült bizalmat a igazságszolgáltatásban újra megacélozni. Milyen kimenetelét látja ennek a helyzetnek? Nem látom a pozitív kimenetelét igazából. Mindenki én szerintem el fog menni az végső határokig. A kompromisszum készség minimális a kormány részéről, ugye? A lovon ők ülnek. Sajnos erkölcsi problémákkal is küszködnek, ugye? Történt olyan, hogy valaki megígért valamit valakinek, és teljesen más dolog történt meg, nem szeretnék neveket említeni. Hát bizonyos szinten nem illik süllyedni semmiféleképpen. Ilyen gesztust nem lehet tenni. Szóval nekem eléggé pesszimista a perspektívám, ami ennek a viszonynak a rendezését illeti, különösképpen különös tekintettel erre a kormányrendeletre. Bár a közérdek azt kívánta ezelőtt a héttel és ezentúl is, hogy ezek a dolgok rendeződjenek minél hamarabb, minél megnyugtatóban és minél stabilabban. Ilyen típusú jogszabályokkal, amelyeket maguk a szakmai testületek vitatnak helyesség szempontjából, hogyan lehet majd a választópolgárnak, illetve azoknak a polgároknak eladni idézelbetéve, akik szembe kerülnek ilyen törvényekkel? Ez akkor ismét visszakerülünk a bizalmi kérdéshez, hogy utána hogy tekinthetünk? Igen, sajnos, és ennek csupa és csak is negatív következménye lehet. Hogyha sürgősen meg nem oldódik, én nagyon pesszimista vagyok. Követjük a fejleményeket. Bányai József, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött ma hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget.